Vegyünk egy üres vásznat, és kezdjünk el felírni rá különböző szavakat. Legyen rajta mondjuk a TEDx, hiszen csak itt vagyunk. Érezzük magunkénak ezt az egészet, felírom magamat is, mint a karmestert ebben a játékban. De el is rugaszkodhatunk. Legyen rajta mondjuk, és kocka a kedvenc gyerekkori mesehősöm, írjuk fel, hogy tűz, meg legyen rajta egy kis finom irónia és azt mindenki szereti. Abban szerintem egyelőre megállapodhatunk, hogy ezek a szavak önmagukban elég nehezen válnának koherens egészé. Azt viszont egy készfeltétele hat kérdezem meg tőletek, hogy ki az, aki rendszeresen lát az interneten mémeket. Ez nagyon jó. Erre a választra számítottam, ugyanis akkor nem kéne probléma legyen abból, hogyha az itt látható szavakat inkább így jeleníteném meg. Miről beszélünk, amikor mémekről van szó? Az biztos, hogy az internetes mémek már a digitális médiafogyasztásunk szerves részeivé váltak, és jó eséllyel nem is tulajdonítunk nekik nagyobb jelentőséget. Lehet rajtuk nevetni egy jót, mielőtt tovább görgetünk valamilyen kiábrándító hírre, esetleg egy képre a kollégánk macskájáról. De meg is oszthatjuk őket, hogy a barátaink is részesüljenek ezekből a másodpercnyei örömökből. ha pedig nagyon kalandvágyók vagyunk, akkor még készíthetünk is mémeket, hogy a sok lánykát szírogassa az egunkat. Ahogy azonban a mi példánk is mutatja, szerintem ennél sokkal többről van szó. Sőt, kimerem jelenteni, hogy kevés annyira komplex dolog vesz körül minket a digitális térben, mint a mémek. Tekintsünk a mémekre mint kulturális jelentésrendszerekre. Egymástól független és sok esetben távol álló gondolatokat, kifejezéseket kapcsolnak össze, amelyek csak akkor válnak érthetővé, ha minden elemüket ismerjük. Tudnunk kell, hogy mi adja a humorforrást, és hogy a kiragadott mém pillanat miért képes mindent egybe összecsomagolni. Ez a tudás voltak éppen a közös tudásunk. Azzal, hogy valaki megért egy mémet, nem csupán a saját ismereteit bővíti, hanem csatlakozik egy olyan közeghez, ahol mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli. Tehát, ha valaki készít, megoszt, vagy csupán megnéz egy mémet, részese lesz egy nagyobb társadalmi összefonódásnak. Ez a virtuális közeg pedig baromi jó. Mémeket ugyanis bárki értelmezhet és újraértelmezhet. Ezek a gondolatok még egy teljesen inkluzív közösségi teret alkotnak egy mém kulturális jelentés rendszerében egymástól távol álló emberek találkoznak egyetlen egy konstruktív célból. Nincs hely vitának és szembenállásnak, csak mindenki hozzáadja magáét a közösség tudástárához. Mi sem tanúskodik erről annál jobban, mint hogy elég ritkán találkozunk olyan mémekkel, ahol egészen az alkotóik fel van tüntetve a forrás. Hiszen a cél az, hogy közösen teremtsünk értékeket, és teljesen absztrakt szavak és gondolatok nyerjenek értelmet egy olyan csomagolásban, amelyet egymástól függetlenül is ugyanúgy tudunk kibontani. Ha csak a mémekre fókuszálunk, a közösségi média tökéletes helyszín biztosít. Hiszen a digitális térben minden adott ahhoz, hogy teljes idegenek is hassanak egymásra, ezek a hatások pedig újabbnál újabb dolgokat hozzanak létre. Ebben a kontextusban pontosan úgy működik a social media, mint ahogy ezt megálmodták. Hiszen az ígéret az volt, hogy az interneten létrejön egy neutrális tér, ahol mindenki egyenlőfélként tekinthet a másikra, a diskurzusok a virtuális térben jóval nagyobb körben képesek hatni, a társadalom pedig külső behatások nélkül fejlődhet. De hogy így körbenézek, szerintem egészen másik a benyomásaink. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy működik most a közösségi média, én azt javaslom, hogy csináljunk egy gondolatkísérletet. Pár perc lesz az egész be is csukhatjátok hozzá a szemeteket, az lehet, hogy segít. Képzeljük el, hogy egy ókori görög agórán járunk, mondjuk Atén szívében. A nap süt, a meleg szél kellemesen befúj a tógánk alá, mi pedig lebatyogunk a város szívébe. Azért vágyunk egy-két dologra, de inkább csak úgy lézengünk. Találkozunk az ismerőseinkkel, megbeszéljük mi újság velünk, Megtudjuk a város történéseit. Aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy mintha a piasztér igazgatója valahonnan folyamatosan figyelne minket. Figyelj, hogy mit szeretünk, és mit utálunk. Megjegyzi, ha nem ízlik az idei oliva, ha tetszett a hétvégi színdarab, vagy hogy melyik hírnököt szoktuk hallgatni a piac téren. De ugyanígy tudja azt is, hogy zavar -e minket például, hogy Periklész gyerekkori haverját bízzák meg az amfiteátrumok megépítésével? Vagy hogy érdekel minket, hogy a szónokok mondani valóját korlátozza a népgyűlés? Hazamegyünk, és amikor legközelebb a piac érkezünk, valami egészen más fogad. Kisebb lett, mintha átrendezték volna, de mégis nagyon jó itt lenni. Csak a barátaink és a kedvenc árusaink vannak itt. Mindenki arról beszél, hogy Periklész egy tolva, és az aténi demokrácia teljesen összeomlott. A standokon csak a tavalyi olivát lehet kapni. A múlt heti színdarab színészei ott sétálnak körülöttünk. Egy krónikás pedig magaslatról meséli nekünk a hét eseményeit, melyeket mi a végletekig igaznak hiszünk. Minden tökéletes. Mintha pont olyan lenne a valóság, ami ennek azt látni szeretnénk. Közben egy messzi távolból, ahova a szemünk nem lát el, hangok szűrődnek felénk. Mintha a régi piacér egyik másik szegletében valaki éperiklész dicsőítenék, és egy másik hírnök mondana számunkra teljesen idegen dolgokat. Ott a valóság eltér a miénktől. Ezért mi inkább előre szegezzük a tekintetünket, és élvezzük a délutánt az aténi paradicsomunkban. Köszönöm szépen. Gyertek vissza, kicsit mozgassátok meg magatokat. Nézzetek körül, érje mindenkihez az utazás, és ha ezzel megvagytok, akkor még egy, még egy kérésem van. Még pedig az, hogy kérlek, tegyétek fel a kezeteket akkor, ha egy kicsit is úgy éreztétek, mintha nap, mindnap járnátok ezen az agórán. Az idill, csak addig idill, amíg nem veszük észre, hogy a piaszér igazgatója átrendezte az egészet, csak azért, hogy mi még többet járjunk oda. És így működik a social media is, hiszen miért mennénk el onnan, ahol azt halljuk, amit hallani szeretnénk? Ahogy az agórára, úgy mondjuk a Facebookra is nap mint nap visszajárunk. Itt viszont csak a saját barátainkkal és a számunkra szimpatikus dolgokkal alkotott köreinket bővítjük. Nem veszünk tudomást arról, hogy a való világon, másokkal is osztozunk. Az Agora példája egyébként szerintem azért is nagyon érzékletes, mert segít nekünk észrevenni azt, hogy amit a közösségi médián látunk, az egyre inkább visszaköszön a mindennapokban is. Amíg a társadalomra az azonos valóságok különböző szemszögből nézése volt jellemző, most különböző valóságokat látunk. Egyféle szemszögből. Aki részt akar venni a tényleges társadalmi diskurzusban, az szinte lehetetlen küldetéssel áll szemben, hiszen sziklaszilárdan állnak azok a falak, amelyeket mi emeltünk föl egymás közé, az agóráink közé. Ezen a ponton feltenném az utolsó kérdésemet. Nem várok rá választ, csak, csak úgy, úgy feltenném. Kösz. Hol vagyunk most? Hol vagyunk most? Mint társadalom, mint mi, úgy egyben, mert szerintem soha nem voltunk még ilyen távol egymástól. Soha nem tűnt ennyire valószínűtlennek az, hogy megtaláljuk egymást. Ahhoz viszont, hogy fenntarthatóak maradjunk, és folytatódjon a közös fejlődésünk, konstruktív társadalmi vitára van szükség. Közös célkitűzésekkel lehet, hogyha nem így állnék most itt, hanem teszem, az más háttérből jönnék, vagy más szűn lenne a bőröm, tök másik kíván lenne itt, de az biztos, hogy ő is, és én is békében és kirekesztés nélkül szeretnénk élni az életünket. De lehetnék én szaudi olajherceg, vagy vezethetnék norvég szélerőművet, nem tenne boldogá, hogy tele van a pénzem, tele van a zsebben pénzzel, amikor az unokám már csak a discovery tudja, hogy milyen egy erdőben kirándulni. De mondok jobbat. Lehetek én jobboldali, lehetek én baloldali, lehetek centrista, támogathatom az egyik pártot, vagy gyűlölhetem az összeset. A nap végén ugyanazzal az egy célral megyek be a választófülkébe, hogy egy jó helyen éljek. És ez csak néhány azokból az ütközési pontokból, ahol látszólag másoktól elválnak az útjaink. De ha végig gondoljuk a példákat, mi történik, amikor ütközünk? Mert szerintem csak találkozunk tök mindegy, hogy mennyire utáljuk a másikat, vagy milyen falakat építünk egymás közé. Mindig is lesznek közös céljaink és értékeink, ezekhez pedig mindannyian kellünk. És amikor ütközünk a magunk módján, de pont ezeket keressük. Tudom, hogy messziről futottam neki, de van egy megoldásom. Mémesítsük a gondolatainkat. Nézzünk vissza oda, ahol ennek az egész okfejtésnek nekivágtunk. Nap mint nap, akaratlanul is visszeszünk egy olyan folyamatban, amikor pontosan azt csináljuk, ami a társadalomból jelenleg a legjobban hiányzik. Megtaláljuk egymást közös jelentéseket hozunk létre. Látszólag értelmetlen dolgokból alkottunk koherens és hatni képes egészeket. Mémesítsük a gondolatainkat, épp ahogy nem a belsős poénokkal, hanem a legendás vicceket tudunk megnevettetni másokat. Lépjünk ki a komfortzónánkból, és ne a saját magunkat ismétlő visszhangkamrákban keressük a válaszokat. Hallgassuk meg egymást, akármennyire is idegen legyen az, amit mond a másik. Alkossunk egy gondolathalmazt. Nézzük meg, miben hasonlítunk. Mi az, amin keresztül értelmet nyer a közösségünk. Legyenek közös széljaink, és vizualizáljunk belőlük közös jövőt. Ha törésvonalak mentén éljük le az életünket, legyen ez szellemi, nemi, vallási vagy politikai hovatartozás. Csak azokat fogjuk elérni, akik velünk egy oldalon állnak. Ezek a törések pedig egyre csak mélyülni fognak. És amikor egyszer majd nagy bajban leszünk, már késő lesz építeni. Mémesítsük a gondolkodásunkat, és építsük fel őket ma.